Na, köszöntök mindenkit itt legyen a FIFA-s videóban, és elhoztam a Random Cup első meccsét. Itt az a videóban láthatátok, hogy kisorsoltam, hogy melyik csapatok leszek benne. Ha nem láttátok volna, itt leszünk elő, és mindenkit nézzétek meg, hiszen hogy ne nézzétek a bajnokságot, hogy nem is tudjátok a csapatokat. Na, és te itt van az alcsoport, aminek az első meccsét hoztam el. Holland válogatott van benne, a Kvadisia, a Watford és egy Sassuolo, és akkor ennek az első meccset láthatjátok, a holland válogatott Watford meccset. És ezek állnak fel, világos, kék, pöttyös és a mélyecske színekkel. Depay, Dost, De Jong, Wijnaldum, Strootman, Prons és Berghuis, a csapatkapitány, a szélen De Ligt, Van Dijk, De Vrij és Szilessen kapuban. Hát szerintem erre a meccsre Zoe lesz a kapuban, illetve Wijnaldum helyett Pröpper lesz most a játékos, illetve Babel. Oké, és akkor meg is van ez a csapat. És akkor mindjárt nézzük a Watfordot. Úgyhogy nézzétek meg, hogy szerintetek nagyjából ez így is lesz-e. Ez az állás, hogy hát ez a Watford. Hát Dini, Hugs, Pereira. Ez egy nagyon nagy kezdekúszaság itt a Watfordnál. Hát nem tudom, ezen változtatni fogunk mindjárt. És itt is vagyok. Na nézzünk is rá, a Dini Hugs helyére mindenképp Welbeck érkezik. Hát nem tudom, hogy Gray jöjjön-e. Mert van még Sarra is. Deulofeu. Hát szerintem ez a felállás nem lesz nagyon jó. Nem tudom, nekik valami felállás legyen. Nem választ a felállást valamiért. Na, ez lesz az. Domino Feu. Pereira. Jó, és most ezzel a csapattal fog jönni. És Prodi játszom mindenképp. Ha lemesz, és Jarmát. És akkor a Foster, hogy Gomez legyen a kapus. Hát mindenképp Foster, hogyha rám hallgattok. És akkor a csapat kapitány, amivel én nem beszéltem, az nem Dini lesz a csapatnál, nem lesz más, mint Prodi. Prodi lesz a csapat kapitány. És akkor így kezdődik el a meccs. Úgy szerintem a Watford és ismét talán a második helyen tartó csapatként. És akkor Depay, illetve Dost, csatár duó elindítja a meccset. És ott a lövés felé megy Foster, Holebas,
Carrera. Hol a bassz? Hol a bassz, indulva szélen? Hol a bassz? Rugjál! És mondom, most itt eszembe nem lesz másik válító, de hát max csak a holland állatotak tudná meglepni. A Watford szóval most kéne nyernie. Itt a köré rúgja mellé. Zoli rúgja ki, De Ligt. Verkwiss felé, a csapatkapitány felé. De Jong. Dost. Verkwiss a labda, Verkwiss adja be! És egy nyerem jól eltalálni, és láthattunk. De Pájtó. Babel. Velvek. Velvek. Adja be Velvek! Nem jó a fejes. De Jong. És De Jong rúgja rá! Mellé megy a labda. Foster. Egy rossz kiugás! És ott a hibott a ló! És természetesen De Pay onnan nem hagyja ki. 16. percben vezet a holland válogatott. Szerintem lesz majd a meccs is, ahol csak válogatottak lesznek, vagy egy olyan liga. Dini. Van Dijk, hogy olyan rosszul dökarékat meg, és fölsőd hitz, és pekje van is, hogy ugye nem pattant be. Illetve még valami, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok. De majd lesz karácsonyi jellegű videó is szerintem. De aztán meglátjuk, még ott a fejes is gól! Dost! Kettő-null. Mind a két csatár betalált. Emlékeztek az előző ligából. Dost volt a gólivő is egyik nagy esélyese Frankfurtból. Csak a Frankfurtot kétette ez a Atalanta, úgyhogy nehéz volt nyerni. És akár, hogyha nem láttátok volna, szerintem láttátok már a döntőjét a Second Chance-nek. Akkor ezt nézzétek meg. Pereira. Doucouré felé, Doucouré feje, gól! A 26. percben Doucouré feje lőtt a kapuba a labdát. És ezután a random cap után vagy a nemzetiséges liga jön, amit ígértem, vagy pedig egy összesített liga, ami azt jelenti, hogy ez már a negyedik fajta ugye volt a first zone, a winner's cap és a second chance, és most lesz ez a random cap, hogy mondtam a random cap. És ugye ennek is lesznek döntései, és akkor minden négy ligának a döntősei vannak megküzdeni. De hát a Barcelona és a Real Madrid, a PSG és a Monaco, a Lille és az Atalanta,
és ennek a random kártyának a döntései. Ferejrá! Hagyja be! És ott a kipattanó még jól lehetett volna, de nem. De licht. Szoltman. Van Dijk, mit keresett elő? Hol a Lasse is szerzett tőle a labdát? Szoltman. De Jong. Berghuis, kihozza inkább a szélére. Berghuis, neki nagyon jó beadásai vannak. Nem lehet, hogy kerülben hallgatod, de Berghuis! Foster. Mondja ki. Van fejes. Capoe. Dokuré. És Dokuré, hogy gyere! Szép blokk volt a Lichttől. Nosztattól van a detájnak, de hát nem voltam messze tőle, hogy itt ilyen nagy indításokat kell leadni. Capoe. Egy sorkozás Deulofeu-nak, Deulofeu pedig rárugja. Zolja fogja meg. És ott a rugás felé! Idő utolsó pillanataiban sokat foglalkozott a Watford. Egy srácik itt a lövéses számán. De az állásra ezt mutatja. Holok számában. Watfordnak talán majdnem minden átlaga jobb eddig. Kivéve a legfontosabbak a gólok. Átlaga. Több lövése is van, több talált is kapura. Jó, kivetes a labda. Birtoklás az jobb volt a hollandoknál. Nagy is egy szoros verseny volt. Na, Dini indíthatja el a Verdák felé útjára a labdát. Dini. És Dini rúgta rá. Van Dijk. Indít a Depayt, az egyik középpályás, Depay. Deulofeu. Strootman. Strootman ugye rá! Strootman gól! Hogy jöjjön már az Olympic Marseille játékosa. Hogy a beadás! És hogy a beadás! Megint csak Van Dijk veszi el a labdát, de viszont nem is kapja újba a Dini. Dini! Dini hozhatja bejebb! Dini! Még nála van a labda! Dini! Leadja! Van egy lövés! Mellé! Capoe rúgta le! Neki sem sikerült napra találni. De 3-1, mikor azt ott meg góljával, 3-1. Én valami kicsi mulattam, hogy ez egy szép gól lehetett volna. Hát Foster nem sok mindent vélet ki, hiszen abban a csekély helyzet számból, abban az 5-6-ból is 3, de legalább a helyét engedte. És Depay ugra, rúgja rá, és mekkora gól! Nem fizz Depay! Köszönöm, hogy
Dimmi. Szép hazadás volt, csak majdnem saját kapujával, de Viktor. De jó volt amúgy. Proper kapja a labdát. És kap vissza Proper! Csak kap. Na, hol a bassz ez megint? Hol a bassz? Nagyon jól játszik. Kapuna. Mondhatnánk, hogy kapunál a labda. Most hiszem tényleg a kapunál a labda, és felejre. Kapuban láthatja már a labdát. Én már nagyon várom karácsonyi videót amúgy. Karácsonyi dodizás, fifázás, ezek lesznek így karácsonykor, amit ti igazából ti kértek. Úgyhogy a fifa és a dodi idő mellett írjatok még itt. Ötleteket. Szerintem még egy kis karácsonyi GTA-szás lesz, hogy meg lesz szalza, úgyhogy ez a háromfajta videó lesz karácsonykor, karácsonyi stílusban. Depay, Dost. Pereira. Ducuré. Szerintem ez a videó ezt hétfőn fog kikerülni amúgy. Azért kiadtam már való karácsony, de amúgy vasárnap veszem föl, hogy a hétfőn megy ki. De Jong. Depay. Ez a dolgás! Jó volt a feles is, Jamat. Webek. Sportján szemben beszélek majd a videópront, hogyha már hétfő lenne, illetve hát nektek hétfő is van, hogy a tegnapi videók nagyon jók voltak, mindenképp nézzétek meg, hiszen az egész tegnapi nap arra ment ki, hogy a PSG-s karriermódot hiagrosgattam. Mindenképp nagyon izgalmas amúgy ez a videó. És a következő egy csak Sassuolo Al Qadisiyya videó lesz. Hát nem tudom ki tényleg a csapatnak a nevét, úgyhogy ez már csak az is izgalmas lesz. Úgyhogy ezzel a videóval érkezek majd. És
És ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot is, adkozzatok fel, ha még nem vagytok. Mert én Milan Gameplay voltam. Na, sziasztok!